a Halásztelki Humán Szolgáltató Központ Betlen utcai telephelyén, és éppen az időseknek egy farsangi rendezvényt tartanak. Mesélnek nekünk erről néhány szót, illetve magáról a Szolgáltató Központról. Igen, köszönöm szépen. Tehát itt vagyunk a Betlen 49 utcai telephelyen. Ezen a telephelyen több szolgáltatásunk is otthont kap. Az egyik az az idősek nappali ellátása, ahol most éppen egy farsangi rendezvényünk van, és a másik pedig a család és gyermek jóléti szolgálatunk. Az idősek klubjáról most nagyon-nagyon örülünk ennek a rendezvénynek, hiszen a pandémia miatt az elmúlt két évben nem tudtunk rendezvényt csinálni, rendezni gyakorlatilag erre nem volt lehetőségünk, és ebben az idei évben pedig végre egy kicsit kinyithatott maga a klub, és újra élettel tudtuk ezt megtölteni. Az idős klubunk olyan idősek személyeknek nyújt ellátást, akik önmaguk ellátására képesek, és mi pedig arra törekszünk, hogy a már nagyon jó állapotú mentális és egészségi állapotukat meg tudjuk tartani, illetve szinten tudjuk tartani. Ezért olyan rendezvényeket próbálunk szervezni, olyan foglalkozásokat, olyan kirándulásokat, amivel elő tudjuk segíteni az aktív idősödést, elő tudjuk azt segíteni, illetve meg tudjuk akadályozni a magányosodást, illetve magát ezt az izolációt, ami ugye a pandémia miatt azért előfordult, illetve előfordult az is, hogy nagyon-nagyon depressziósak lettek az időseink. Ezért, amikor nem tudtak ide a klubba bejönni hozzánk, akkor a szociális gondozó kollégák mentek ki, és nyújtottak mentális segítséget az otthonukban, illetve nyújtottak az életvitelben is segítséget, tehát a bevásárlásban, a csekkbefizetésekben, és mindenben, amiben ugye a családtagok nem tudtak segíteni, mert vagy messze élnek, vagy pedig dolgoznak. A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatunk is ezen a telephelyen kapott otthont. A családsegítő szolgálat olyan személyeknek, olyan családoknak nyújt segítséget, akik olyan élethelyzetbe kerültek, olyan problémával küzdenek, amelyeket önállóan nem tudnak megoldani, csak segítséggel. Legyenek ezek anyagi problémák, legyenek mentális problémák, legyenek egészségügyi problémák. Itt a családsegítőben három fő családgondozónk dolgozik, akik szociális munkás, szociálpedagógus végzettséggel rendelkeznek, és igyekszünk mindenféle tudással tovább képzéssel bővíteni azokat a képességeinket, amivel segíteni tudunk. Olyan élethelyzetekben is fordulnak hozzánk, krízis helyzetekben, veszélyhelyzetekben, amikor az iskola jelzése alapján jönnek a családok, tehát legyenek ezek gyermekekkel kapcsolatos problémák, iskola látogatással kapcsolatos problémák, és minden olyan probléma, amit észlelnek a kollégák, akár az iskolaigazgatók, akár a pedagógusok. Tehát nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ez a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működjön, és ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a kapcsolati rendszerünket tudjuk bővíteni, és hogy itt Halásztelken is egyre több olyan intézménnyel álljunk kapcsolatban, amely során vagy lehetőséget nyújt arra, hogy segítséget tudjunk mi is nyújtani. De ezeken a feladatokon túl foglalkozunk pályázatírással is. A tavalyi évben sikeresen pályáztunk az Erzsébet táborra, így két hetet sikerült szociálisan rászoruló gyerekeket táboroztatni. Ez nagyon nagy segítség volt a szülőknek, hiszen a gyermekfelügyeletét is megoldották, illetve ebből a keretből el tudtunk menni kirándulni. Nagyon-nagyon igényes programokat tudtak szervezni a kollégák, és vásárolni is tudtunk, tehát játékokat, társasjátékokat, fejlesztőjátékokat, mindent, amivel a kicsiknek segítséget tudtunk nyújtani egy hasznos idő eltöltéséhez. Részt vettünk az élelmiszerbankos pályázaton is, adományokat kaptunk, élelmiszer adományokat, amelyel szintén tudtunk segíteni a rászoruló családoknak, illetve nagy segítséget kapunk a Szociális Bizottságtól, és az ő segítségükkel is tudunk akár az időseknek programot szervezni, akár a családsegítőnek is külön programokat szervezni.
nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az esélyegyenlőségi programban kitűzött célokat meg tudjuk valósítani, és hát azért is dolgozunk, tehát igyekszünk itt Halásztelken a rászoruló csoportokat felkutatni, akár a sérültség tekintetében, akár a hajléktalan ellátás tekintetében. Ugye nagyon nagy szükség van itt a jelzőrendszeren keresztül a családsegítő kollégáknak a munkájára. Elsősorban azért szeretek jönni a torna miatt, de mivel lesznek ilyen rendezvények, akkor ezeken is részt veszek. Nagyon szeretek kézimunkázni. Itt is, ami ki van állítva, legnagyobb részt én csinálgattam. Akkor közben megkértek a lányok, hogy zenéjek is, tudok citerálni, picit harmonikázni, és úgy gondoltam, hogy feldobjuk akkor a hangulatot, és egy népdal csokorral. Most kedveskedtem az itt levő társaimnak. Akkor ön citerázott az előbb apáca jelmezben. Igen, igen, kis fura lehetett, hogy egy apáca citerázik ilyen vidáman. Jó napot kívánok, itt vagyunk az Idősek klubjában a Farsangi rendezvényen. Hogy érzi magát, mivel foglalkozik éppen? Nagyon jól érzem magamat. Mivel foglalkozunk? Ilyen kézműves dolgokkal. Ezek használatban lesznek? Utána, miután elkészülnek, fölveszik? Igen, használatban lesznek. Gyakran szokott ide járni? Én minden nap ide járok, mert egyedül vagyok, és azért itt eltöltöm az időmet.